A kivitelezési munkákat végző cég idén márciusban vette át a munkaterületet a Kossuth-Lajos utcán, s a napokban be is fejezte a projekt egyik fontos elemét, az északi oldal rekonstrukcióját. A 2018 nyarán elkezdett mélyépítési munkák folytatásaként megújult a járda a megyeházától az Eszterházi térig tartó szakaszon, valamint az itt található parkolóhelyek is. A régi fasor megóvása mellett a zöld felület rendezésére is figyelmet fordítottak a szakemberek. Többek között fákat, valamint cserjéket ültettek el. Emellett új utcabútorok is várják az egrieket, a városba látogatókat. Fontos elmondani, hogy köszönettel tartozunk az egri polgároknak, hiszen ezek a felújítások, ennek a szakasznak a felújítása is azért nagyon sok kellemetlenséggel járt. Türelmet kértünk az egriektől, amit megkaptunk, és most ők is élvezhetik már ennek az eredményét. Az önkormányzat a Belvárosi Terek Komplex Megújítása című projekt segítségével valósítja meg a felújításokat. Az 5 közterületet és 2 kulturális, illetve közösségi térként működő ingatlant érintő beruházás több mint 1,9 milliárd forintból valósul meg. A támogatáshoz 120 millió forint saját forrás biztosít a város. Bízom abban, hogy a folytatás is ilyen lesz, hiszen most már a kivitelező arra koncentrálhat, hogy a 60-i kapu téri, illetve az Eszterházi téri munkálatokat lezárja. Összességében az lesz az igazi ünnepi alkalom, de azért az Eszterházi téren is már a gyepszőnyek szépen zöldebb. Az Eszterházi tér felújításának munkálatai előreláthatólag augusztus végén fejeződnek be.